Halipapi, ami mindenkinek. Ja, de jó idő van. Bocsánat a hangzavarért, de ez már csak egy ilyen. Meglátjuk, mennyire lesz szar hang, aztán. Ah, oh, de jó idő van, Isten. Ilyenkor mindig egyébként arra gondolok, hogy behunyom a szemem, hogy így igazából ez már a tavasz, és hogy azért is nyelvbotlok mindig. Tehát arra gondolok, hogy ez már a tavasz, és hogy így pont mindjárt jön a nyár. Szóval ilyen fordított érzést próbálok így magamban. Nem tudom, hogy kiülök jogon, és olyan járgányok mennek el, vagy autók, hogy ilyen olyan teherautó, meg nem tudom, meg ami olyan zajt csap, hogy egyszerűen direkt így keresztbe húzza. Olyan feltöltődése van az embernek, amikor ilyen picit jó idő lesz, hogy úristen, ez annyira kell. Hú, de büdös ez a szivar még, amit itt elszívtam. Annyira jó, komolyan, az embernek olyan sok energiát tud adni egy ilyen napsütés, meg így az egész, így nagyon jó. És tök jól el tudod képzelni magadban, hogy igazából a tavasz jön már, és így túl vagy az egész tél fáradalmain. De hát sajnos ez még odébb van, de nagyon-nagyon örülök ennek a napsütésnek. A szív így magába az egész, nagyon-nagyon jó. Nem fázok egyáltalán, hogy ne aggódjatok. Nekem a biciklis felsőbe szoktam itt kiülni, mert az meg ilyen melegítős, direkt ilyen nagyon anyag. Úgyhogy nem lesz semmi bajom. Na, tartok egy edzést, és hát megcsináltuk a nagy sörtesztet. Valamikor megvágom. Most nem tudom, ez mikor fog felkerülni ez a vlog, úgyhogy nem említem még mindig, hogy ki az, akivel megcsináltam, vagy ki volt a vendégem. Akkor nehogy ellőjem a poént. De hát majdnem befűröttem vele, mert előző nap iszonyatosan sok levest tettem, és hát úgy kellett, de nagyon sokat, tehát nem úgy képzeljétek el, hogy két tányérral, tehát így kitaláltam, hogy én ma csak leves. Hát egész nap rohangáltam a vécézet, tehát így körülbelül ez lett a vége. De olyan durva, hogy még reggel is úgy voltam vele, hogy hát mondom, én ezt a sörtesztet most erre még rásorozok, akkor nekem annyi. De aztán szerencsére nagyon jól sikerült, mert úristen, de jó ez a napsütés, de jó ég. Mennyi energiát ad az embernek, asztal. Meg ilyen boldogság szérum van ebben a napsütésben, komolyan. Még egy baszott nagy ilyen teherautó, komolyan, nem is értem. Egy ilyen darúval a tetején, ilyen. Nem, ez nem. Itt is engem szivatnak ezzel. Szilágyi Zoli mondta, hogy ilyen extrém vlogokat kéne csinálni, ilyen kihívásos alapon. Ugye arról beszélt, aki nem tudna esetleg, hogy minél extrémebb helyről vlogoljanak. Hát ugye nekik volt már ilyen, hogy csomagtérbe, hát mondjuk a motorháztető is lenne akár. A csomagtérbe zárva, így az autónál, autóban vlogolva, meg volt talán valaki csinált ilyen szekrény tetejéről, meg én nem tudom honnan. Erre csak azt tudom mondani, hogy na, várjatok csak, hogy ami késik, az jön. Van egy-két ötletem egyébként, csak hát mikor mindig azon gondolkodik az ember, hogy tudná kivitelezni. Anélkül, hogy ne hívnák rá a rendőröket, vagy ne vinnének el a biztonsági őrök, vagy valami. Egyébként jót röhögtem, mert rögtön elképzeltem, hogy a Túró Rudik között fekszek, és így valami hatalmas, nagy ostobasággal osztom az észt. És egyszer csak így kirángatják az embert a hűtőpultból, és viszik el, és még közben is mondja. Hát ez azért nem lenni semmit. Úgyhogy majd hát ezen gondolkodom, hogy mi lenne, amit még így
mi lenne, amit még így lehetne kivitelezni esetleg. Már egy ötletem van egyébként, viszonylag lájtos, de úgy gondoltam, hogy úgy, mint a szűzlányt, hogy úgy bevezetem magam, tehát hogy nem egyből a mély vízbe ugrok, hanem úgy szép finoman szoktatom magam hozzá mondjuk az ilyen extrém vlogokhoz. De egyébként nem rossz ötlet, szóval lehetne ez, nézném én is szívesen, hogy valaki nem tudom, bungee jumpingolás közben meséli el az élete történetét, vagy mond valami okosat. Vagy mondjuk bármilyen magaslatról, vagy nem is tudom, hogy tényleg elvezetik az őrök utána, miután elmondta magáért. Gyönyörű ez, ami most itt elmegy, de lehet, hogy talán halljátok is. Na, szóval ezen az extrém dolgon akkor gondolkodok, én is. Szóval nehogy úgy legyen, hogy egymást licitáljuk föl, vagy túl folyamatosan, és egy idő után már ilyen tipikus ilyen halálesettel végződik, ugye ez lenne a legjobb, hogy valaki már leugrik valahonnan, és közben mondja el, hogy mi van. Szóval akkor mindig egy filmekben is ez szokott lenni, hogy odáig fajul, hogy így ilyen őrületet indítunk el, és belehalnak a vloggerek, és lesz valami neve is ennek a fajta vlognak, hogy valami, nem tudom, valami, milyen, találjunk meg ki ennek egy ilyen nevet akkor most már, hogyha ezt meglementettem magam. Hogyha most ezt már elindítottad, Zoli, akkor valami név is megilletne ezt a fajta jelenséget, szóval, hogy mi lenne ez, amikor így már ilyen halál közeli állapotban vlogolnak az emberek, és minél elrettentőbb, annál jobb. Kéne ennek egy név. Majd gondolkodok én is, hogy mi lenne a legjobb. Extrém vlog, meg ilyesmi az túl gyenge ehhez, tehát ami ebből ki fog alakulni. Tehát ez olyan lesz, mint hogy ez a szelfizés, meg mit tudom, ez olyan jelenségé kéne tenni ezt, akkor valószínűleg akkor lenne jó. Úgyhogy majd én is gondolkodok, hol lehetne jókat vlogolni, ilyen extrém helyeken, vagy extrém helyzetekben igazából az is jó, mert tényleg amikor üldöznek például, az tök jó a rendőrök, és közben vlogolsz, vagy valamilyen ilyen dolog, az mondjuk nem, az már azért menő, nem? Vernek gumibottal, és közben te, nem tudom, mesélsz a Facebookról, hogy mi a véleményed róla, azért az már valami, nem? Ha csak ki nem verik a kezedből, akkor viszont jó helyre fel kell kötni. De fordítva is lehetne, hogy egy rendőr vlogol, és éppen ver valakit gumibottal, és közben meg mesél arról, hogy reggel milyen rántottát sütött. Egy olyat is megnéznék egyébként. De hát még sorolhatnám, rengeteg ilyen van szerintem. Vagy beállítod a kamerát, és ilyen szexi táncot striptizel a csajod, kitakarod a részeket ilyen kis fekete panellel, After Effects-be, és közben meg vlogolsz egy teljesen más témáról. Mondjuk a iskoláztatásról, mi a véleményed róla. Azt mondjuk egy jó nagy balfasz vlog lenne, hogyha egy ilyen történet, de minden esetre érdekes lenne szerintem. Szóval ez jó pofa lenne. Vagy tényleg valami előadáson, vagy a parlamentből, azt a kurva de király. Megy egy nagy ilyen parlamenti beszéd, te meg vlogolsz közben a vizéről, a Vissza a jövőbe trilógiáról. Jó, most egyre többet, ahogy kitalálok, így egyre jobban látom, hogy van ennek értelme egyébként. Szóval a kettőt kéne valahogy összesűríteni, szóval jó hely is legyen, meg extrém legyen a pillanat is.
anyukám csak közben megérkeztek. Itt alattam. Na jó van, akkor ezen is elgondolkodok. Aztán hát csapassuk akkor. Benne vagyok egyébként, abszolút. Azt hittétek, hogy nem mi? Hát de... Vállalom a kihívást. Na. Papi, mami.